A makói hivatásos tűzoltóparancsnoksága szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség felügyelete és irányítása mellett végzi munkáját. 14 települést védenek és napi feladataik mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, ezért riasztásaik száma évről évre csökken. Összesett számunk 233 volt, ami gyakorlatilag 83 tűzesetből, 138 műszaki mentésből és 12 darab segítségnyújtásból állt, amit más városoknak nyújtottunk segítséget, és ebből a segítségnyújtás kivételével a 221 saját esetből 191-szer be is kellett avatkoznunk. Ez a 230-as szám, ez az elmúlt három évben majdnem ugyanennyi, tehát gyakorlatilag nem változott ez a szám. Az előző 13 évről van egy statisztikám, ahhoz képest 20%-kal kevesebbet vonultunk. A tűzesetek közül a szabad területeken keletkezett tüzek a leggyakoribbak, műszaki mentéseknél pedig leginkább viharkárok miatt kell beavatkozniuk. A balesetek szempontjából továbbra is nagy veszélyforrásnak minősülnek a régi 43-as és a hozzá kapcsolódó elkerülő utak. A makói parancsnokság kiemelt figyelmet fordít az ifjúság és a lakosság felkészítésére, tájékoztatására. Ennek kapcsán a Városi Gyereknap részeként a rendőrkapitánysággal közös gyermeknapi parádét rendeztek a tűzoltó laktanyában. A tűzoltó szakma, az hagyományosan népszerű. Az emberek, hogyha megkérdezik őket, hogy kibe bíznak a legjobban, a tűzoltók hagyományosan a lista élén végeznek, tehát ez a szakma az egyik legmegbecsültebb szakma, viszont a gyerekek körébe egy kicsit ilyen misztikus, ez a nagy piros autó, villog, szirénázik, ilyenkor egy kicsit testközelből megnézhetik, hogy akkor hogy is néz ez ki belülről, főpróbáltják a ruháinkat, és igazából most tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak. A meghirdetett programok közül a legnagyobb sláger a locsolás volt. Hagyományos, korabeli kocsifecskendőről locsolhattak a gyerekek, de népszerű volt a célba lövés is. Az érdeklődők több tálca tűzoltást és magasból mentést is figyelemmel kísérhettek a próbariasztások alkalmával. A makói programon mintegy 500 látogatót fogadott a parancsnokság. A parancsnok elmondta, az utánpótlással nem lesz gond, hiszen a körülbelül 300 gyermek közül minden második tűzoltó szeretne lenni felnőtt korában.